Sok szeretettel köszöntöm Magyar Lajost itt a Torma János Múzeumban. A Ganzmávag régi történetét, képeit felelevenítő kiállításon. Lajos bácsi mikortól dolgozott a Ganzmávakban? 1963 közepén kerültem a Ganzmávakhoz, amikor beköltöztünk Fehértorról, mert a feleségem is behelyezték ide a gimnáziumba. Akkor kerültem a Ganzmávakhoz, és akkor már nem a város vállalata volt, hanem a megyei tanácsiparügyi osztályáé. De az a 63. január 1-től volt ez a tulajdonjog. És akkor a Ottoványi Ferenc volt a főmérnök, és a ilyen Balázs bácsi nem, volt az igazgató, már nem jut eszembe, hitele nem jut eszembe neve. És akkor én gyártmány szerkesztő szerettem volna lenni, gépipari technikai végzettséggel, és hát még akkor ilyen gyártmányunk nem volt, kooperációs termékekre gyártott a vállalat, és önálló gyártmányosak a hulladékgyűjtő volt, meg ilyen apróság. És akkor az Ottoványi kartárs arra törekedett, hogy önálló gyártmányunk legyen, hogy mi legyünk a készáró kiadók, és más vállalatnak a kiszolgáltatottak, és hát a hasznot is ők vitték el nagy részt. Sikerült ezt megvalósítani? Igen, mert a székesfehérvári gépgyárat, ami repülőgép javító cég volt, és egy nagyon jó cég volt, azt bekevelezte az Icarus. És azokat a gyártmányait, amik nem buszjártmányok voltak, neki mind át kellett adni másnak. És tőle is kaptunk olyan terméket, ez az áramforrás volt, amit mi gyártottunk utána. Egyrészt először a egytengelyi utánfutóját, egy mobil agregát volt ez típus, és nem csak egy típus volt, két típus volt, egy röntgen agregát és egy általános háromfázisú agregát. És én lettem ennek a szerkesztője, a Herner kartárs volt a műszaki osztályvezető, és annak a javaslatára én lettem a szerkesztője. Hát akkor ez szakmailag is nagyon sokat jelentett akkoriban. Nekem már addig jelentős motorikus, meg egyéb gyakorlatom volt, és szerelő voltam, meg gépkocsi vezető, meg egyebek, és akkor a többi technikus, azok hát inkább ilyen gépi, vasipari dolgokkal foglalkoztak, de nem gépi dolgokkal. És én rám esett a választása, mert én ezeket a dolgokat jobban hamarabb megtanultam, mert nem az, hogy tudtam, mert én nem ismertem ezeket a gyártmányokat, de én hamarabb megtanultam. És én lettem a gyártmány szerkesztő. És az Ottoványi kartárs a kooperációs gyártmányok mellett, amiket Székesfehérvárnak gyártottunk, meg a Csepel autónak, az mellett igyekezett saját gyártmányokat kifejlesztetni. Akkor jöttek hozzánk, és hát csináltuk a Medicor műveknek a röntgen agregátot és az egyetemes agregátot, az E6-ot, és ennek a gyártása után jöttek hozzánk, hogy gyártsuk nekik agregátot. És akkor rám bízták. Szóval így kezdődött. Milyen volt a kollektíva? Milyenek voltak a munkatársak? Milyen volt az összefogás? Nagyon jó volt a kollektíva, mert szinte nem volt olyan, hogy csak én ezt csinál, a másik azt, hanem úgy mindenki benne volt mindenbe, és egymást is megkérdeztük, meg minden további nélkül, ha valamit észrevett valaki a másiknak a munkájába, hogy ő, amik fátul nem látta az erdőt, mert ilyen előfordult, szóltak, hogy vigyázz, mert ez vagy az. Szóval nagyon jó kollektíva volt. Erre a később, amikor hozzánk került a Gidai János, maga ő is azt mondta, hogy nagyon jó kollektíva, együttműködő, ami aztán később persze romlott. De hát az más volt. János bácsi onnan ment nyugdíjba? Én nem onnan mentem nyugdíjba, mert hogy mondjam, hát a 1987-ben értem el a nyugdíjkorhatárt, november 7-én,
de szeptember 1-ével áthelyeztek a Elektroszet GMK-hoz, mert az feldolgozója volt akkor a gazmávagnak, és a gazmávagnak akkor már mindenféle baja volt, menekült volna a munkától is, meg az emberektől is, és akkor én meg ott voltam a nyugdíjkor határ előtt, és valami munkát tervezést át akartak neki adni, de azt mondta az igazgató, hogy ha én is gégem átadnak, akkor átveszinek, különben nem. És akkor én pedig, hát nekünk nagyon rossz fizetésünk volt, különösen technikusoknak, hát akkor már nem is voltunk semmik, se szakmunkások, se műszakiak, mert akkor már műszakiak csak az üzemmérnökök voltak, meg az okleveles mérnökök. Mi már nem voltunk senkik. És akkor áttettek oda, és akkor én még tovább dolgoztam, tehát nem mentem nyugdíjba a nyugdíjkorhatás elérésekor, hanem a nyugdíjkorhatár után 14 hónapot dolgoztam, még jóval több fizetés, és egy kicsit följavítottam a nyugdíj alapot. Milyen érzés volt most nézegetni a régi fotókat, régi emlékek jutottak eszébe? Hát ez mind én benne voltam ezekben a gyártmányokban, az, hogy tulajdonképpen tovább is én voltam az agregátoknak a felelőse, hogy így mondjam, a szerkesztésen. Tehát ez aztán ez nem egészen úgy mint, hanem hogy amikor a kollégák ott vannak az ember körül, akkor aztán megkérdeznek sok mindent, aztán egy év kévét, hét év már jobban tudják, mint én. Hát ez már így szokott lenni. Maradt-e tartós barátság? Attól függetlenül én nem haragudtam, érte jobban voltam, csak egy kicsit így irányú volt az információ áramlás, mert én tőlem megkérdeztek bármit, én mondtam, hogy van, de meg igyekeztek elhallgatni azt, amit nem akartak megmondani, és a kicsit olyan hülye gyereket igyekeztek belőlem csinálni, szóval, hogy el van intézve, el van felejtve. Hogy látja az utánpótlás kérdését? A mai fiatalok szívesen mennek? Az baj van, mert az akkor is baj volt már, amikor én ott voltam vele, ott voltam a cégnél, de a Kálmán Lajos, aki később, körülbelül 87-ben jött oda hozzánk, az egy gyakorlatias mezőgazdasági gépészmérnök volt, és akkor, hát mikor már nem ott dolgoztam, egyszer kérdeztem, mi újság, Lajos Kálmán, azt mondta, hogy tragédia van, mert a főiskola, a kecskeméti GANF azt mondta, hogy az önti a hülyéket, így mondta ezekkel a szavakkal, és azt mondta, hogy egyszerűen még csak azt sem szégyellik, hogy valamit nem tudnak megcsinálni. Amikor mondják neki, hogy csináljanak valami ebben vagy azzal, azt mondják, hogy ő azt nem tudja megcsinálni, az kész. Nem tudnak embert keresni, aki meg tudja csinálni. Tehát... Lajos bácsi, ha most fiatal lenne, újból ezt a pályát választaná? Gépész, mindenképpen a gépész, mert egy kisgyerekkorom óta annyira a gépé voltam odáig, hogy mindig a cséplőgépek után csavarogtam, reggel mentem, azt inkább nem ebédültem, de nem mentem haza estig. Szóval nagyon oda voltam a gépeké. És volt egy szomszédunk, akinek cséplőgépe is volt, és azt mondta, hogy inkább mindig úgy csúfolt, hogy Magyar Lajos okleveles gépészmérnök, még kicsi koromban, mert annyira a gépé voltam odáig. Ma is gépész lennék, ha azon múlna, csak nem tudom, hogy csinálnám jobban, nem tudnám jobban csinálni most se. De hát ez én nem gépészmérnök lettem, hanem csak technikus, az is csak későn. De hát ez volt, ezt adta a sors. Tehát addig nagyon sok gyakorlati ismeretet, nem csak gyakorlati, elméletet is összeszedtem, mert én mind szakkönyvet elolvastam, ami a kezembe került, meg amihoz hozzájutottam. Tehát már addig is, na most utána én 30 éve fölül volt, amikor kijártam a gépipari technikumot, és utána dolgoztam a gazmávagnál. Nagyon sok gyakorlati tapasztalattal. És akkor ezzel voltam én előnyben a többiekkel szembe. Tehát ez így van. Köszönöm szépen. Kérem.